Most pedig tudatom veletek a mai napi rendet. Hol a szemüvegem? Először is meg szeretnék bizonyosodni arról, hogy mindenki tudja a tervet. Ki tudná megmondani nekem, hogyan kell kirabolni egy bankot? Azt hiszem, erről láttam egyszer egy tutoriált YouTube-on. Azt hiszem, mindannyian jó kezekben vagyunk Buda kiterjedt bankrablási ismereteivel, amelyeket oktatóanyagokból szerzett a YouTube-ról. Professzorról még szólhatnék egy dolgot. Még mindig nem értem ezt a tervet, amivel elvileg szeretnénk kirabolni a magyar pénzverdét. Egyszerűen túl bonyolult. Buda, ez nem olyan bonyolult. Már százszor átbeszéltük, csak figyelni kellene jobban a tervre. Hát de professzor, háromig nem tudok számolni, látja nélkül, hogy összezavarodnék. Nem is kell számolnod, elég lesz majd a végén a pénz. De akkor vegyük át újra a tervet. Miután bejutottatok a pénzverdébe, mint híres videójáték streamerek, és átvettétek az irányítást, a legfontosabb, hogy figyeljetek az etiketre. Etiket? Hát de mi bűnözők vagyunk, professzor. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk civilizáltak. Például, hogyha kirabolunk egy bankot, mindig köszönjük meg a pénztárosnak, hogy ide adta a pénzes zsákot. Ezt nem hiszem, hogy segít nekünk abban, hogy ne nyomják meg a pánik gombot. Á, különben is. Az udvariasság ragályos. Hogyha mi udvariasak vagyunk a túszokkal, talán nők is hajlamosabbak lesznek együttműködni velünk. Még a végén felénk is szeretnek majd, igaz, Buda? Értem, mire gondol professzor úr. De mi van azzal, hogy maszkot viselünk, és szó szerint azzal fenyegessük őket, hogy felrobbantjuk a helyet? És itt jön képbe a varázsmondat. Elnézést a kelletlenségért, mi csak megpróbáltunk levenni némi pénzt. Így van! És mindig hagyunk a gondoknak egy kedves üzenetet, hogy takaríts el az általunk létrehozott rendetlenséget. Aj, professzor, még mindig nem értem. Miért kell nekünk mindig ezek a piros kezes lábasok, maszkokat vinnünk? Nem elég az a sok cuccit nekünk? Ez mind a terv része volt. A piros kezes lábasok és a maszkok a névjegyünk. Kitűnővé tesznek minket, és félelmet keltenek az ellenségünk szívébe. Professzor úr, ha lehetne. Szerintem az igazi ok, amiért mi ezeket a overallokat folyton hordjuk, hogy kéje titkos szenvedélyét a spandex uniformok iránt. Ez nem igaz. És különben is, a tervezés a legfontosabb. Minden a részletekben rejlik, barátaim. A rablás minden aspektusát tökéletesen át kell gondolni, és meg kell tervezni. Ebbe beletartozik a ruházatunk is. És pontosan mennyi ideig tart kinyomtatnunk nekünk ezt a 1 milliárd forintot? A kapacitásokat összevetve körülbelül 8 nap alatt képesek vagyunk 1 milliárd forintot kinyomtatni, de... De mi? A terv készítésénél ezelőtt 4 hónappal nem számoltam ekkora inflációval, így már 2 milliárdot kell kinyomtatnunk, és valószínűleg el kell hoznunk a valuta tartalékot is biztosítékként. De prof, pontosan hogyan fogunk kijutni ennyi pénzzel? Vagy már az új 32 edeseket fogjuk nyomtatni? Akkor végül beszéljünk a figyelemelterelés művészetéről. És nem olyan amatőr dologra gondolok, mint ahogy előhúzol egy nyulat egy kalapból. Nem. Egy olyan hatásos csali kell, ami kellő ideig elfoglalja a hatóságok figyelmét, amíg mi megszökünk. Mint például, professzor úr? A hírekben mivel terelik a figyelmet? A rossz dolgokról, a balesetekről. Olyanra gondoljatok, ami jó érzést ad az embereknek. Újszülött, állatkerti, bocsokról, gidákról és kisoroszlánokról készült videókat fogunk lejátszani minden médiában. Ennyi elég is volt mára. Holnap pedig megnézzük az 5 leggyakoribb hibát, amit 5-ös lottó nyertesek vétettek, miután nagy pénzösszeghez jutottak. Utána pedig gyakorolni fogjuk a csapat indulóját. És szeretném, ha mindenki úgy énekelne, hogy a lejátszási listák élére kerüljünk. Essen jó molyó, da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Essa io muoio del partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sfin montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sfin montagna sotto
comprati un bel fiore.